Egy 1996-ban Decs Etén előkerült lóalakú sípot fújt meg Vizi Márta, a Vosinszky-Mor megyei múzeum régésze. A sípra egy korabeli gabonatároló veremben lehetek rá. A régész elmondta, hogy a játék gyakorlatilag ősidőktől fogva része volt az emberek életének, kortól függetlenül. Azért gondoltam, hogy egy picit térjünk ki erre a dologra, hogy mi mindent lehet tudni arról, hogy játszottak is a középkorban, hogy voltak olyan tárgyak, amik arra szolgáltak, hogy a szabadidejüket valamilyen szórakoztató módon oldják meg. És ugye az ember próbál ezügyben ugye egy kicsit körülnézni, tájékozódni. Ugye nyilván én sem most kezdtem ezügyben körülnézni, hiszen azért ez a műtárgy még az 1996-os Decs Etén Miklós Zsuzsával együtt végzett ásatásunkon került elő, egy egykori gabonátároló veremből. Ugye azt kell tudni, hogy egy mezőváros területén az élelmet valahol tárolni kellett, és ehhez általában ilyen földbe ásott vermeket készítettek, és akkor, amikor ezek a vermek már nem voltak megfelelőek, tehát nem lehetett jó minőségben tárolni bennük a gabonát, akkor egész egyszerűen egy szemétgödör módjára használták, tehát az összes fölösleges dolgot, ami akkor volt éppen a ház körül, azt beledobálták. Na most ez a kis kerámia tárgy is így került elő egy ilyen egykori hombárból, és azért is nagyon érdekes számunkra, mert igazából, hogyha majd megnézzük közelről, akkor lehet látni, hogy igazából nem is egyforma színű az egész állatka, hanem a lábai, meg a teste, meg a sípja, azok úgy árnyalatban különböznek. Ez mind abból van, hogy a szemétgödörben nyilván olyan más-más kémhatású rétegben voltak, ahol ugye más-más árnyalatot kapott a kiégett cserép. Ugye, ha így az oldalára fordítom, akkor látható, hogy a lábai meg a sípa a hátsó részén, azok világosabbak. A hasa az valamiért barnábbra színeződött, meg ilyen fekete foltok is vannak rajta. Tehát ezt a három lábat, meg a sípot sikerült külön kiszedjük a feltárásán a gödörnek a törmelékéből, és akkor pont ide passzoltak, és akkor a restaurátorok összeragasztották. A feje ugye az nem került elő, ugye itt a törésnyom látszik, és hogyha így fordítom, akkor talán látható, hogy ilyen kis bekarcolások vannak a törésvonal mentén, ez a ló sörénye. A tudomány mai állása szerint az olyan gyerekjátékok csoportjába tartozik, amelyek a sípok csoportját képezik. Most a szakirodalom szerint egyébként vannak ilyen állatalakú sípok, amiben vannak lovak, különféle madarak, tehát többféle verziója van. Most ez a kis síp valószínűleg, hogy olyan gyerekjáték lehetett, ami ugye miután régészetről van szó, és nincsenek írott forrásaink arról, hogy végül is mit játszottak ezzel a síppal, a néprajz kutatóknak főképpen ugye a szájhagyomány útján begyűjtött ismereteire tudunk támaszkodni, hogy mit is csinálhattak ezekkel a sípokkal. Most nyilván olyan jellegű játékokat, amivel vagy figyelmeztették a társakat, vagy a játék indulását jelezték, hogy igen, lehet bújni, vagy már nem érvényes a bújás, elő lehet jönni, illetve lehet, hogy csak így a maguk szórakoztatására játszottak vele. A lovacskáknál is én úgy látom, hogy többféle típus van. Ugye mindegyik általában ilyen sípban végződő, de vannak olyanok, amiknek a hátán például nyereg van. Ezeknek nincs. Tehát valószínűleg ugye másfajta játékhoz használhatták azt, amin nyereg volt, tehát azzal lehet, hogy ilyen katonásdit játszottak, ezzel meg csak egész egyszerűen valami kis csoportjátékot. És akkor már is egy másik lényeges csomópontnál vagyunk, amiért ez ide került, az, hogy az 1960-as években egy bátaszéki gyűjtő, dr. Csanádi György is talált egy ilyen állatalakú
pontosan ló alakú sípot és pontosan etén. Azon kívül a nemrégiben a Budapesti Történeti Múzeum rendezett a Budapest területén végzett ásatásaiból kiállítást, és ennek a legelőször ugye a kiállításon láttam meg, hogy jé, hát ez pontosan ugyanolyan ló, mint amilyen nekünk van. Budavári palotának az egyik ásatásán talált a dr. Magyar Károly. És amiért számunkra ez nagyon fontos, ezt a plakáton is lehet látni, hogy a lovacska szerintem gyakorlatilag ugyanolyan, mint az etei ló, csak az etei lóval ellentétben ennek a feje van meg, nagyon helyes, formás kis fejecskéje van. Az egyik füle ugyan hiányzik a lónak, de ha valaki ismeri a lovakat, akkor tulajdonképpen a lovaknak ezt a jellegzetes fültartását mutatja. És a nyakán ugyanaz a kis bekarcolás látszik a sörény helyén, mint éppen az etei lónak a nyakán. Tehát igazából nagyon érdekes, mert már más kutató is felvetette, hogy a Duna mentén elég sok ilyen cserépsíp került elő. A szakemberek feltételezése szerint lehetséges, hogy egy azon műhelyben készültek a tárgyak. Megnézi az ember, hogy ezeket kézzel formálták, úgy ragaszgatták hozzá a kis lábát, alakították a fejét, és ugye az én etei példányom, meg ez a Buda is például borzasztóan hasonlít egymáshoz, és azt tervezem, hogy ha sikerül majd pénzt szerezni hozzá, hogy léteznek a régészetben olyan anyagvizsgálati módszerek, így például a Központi Fizikai Kutatóintézetben, ahol be lehet mérni, hogy azonos-e az agyag összetevője, tehát az agyag ugyanarról a lelőhelyről származik-e, mert ha igen, akkor lehet bizonyítani, hogy ezeket a lovacskákat, vagy ha összegyűjti az ember ezeket az eddig előkerült lovakat, és mondjuk 10-15-ről végez ilyen vizsgálatot, akkor ki lehet deríteni valószínűleg, hogy milyen csoportokat képez a formájuk, a tipológiájukon kívül, és esetlegesen lehet bizonyítani, hogy a készítő helyük azonos volt. Ha nem, akkor nyilván más-más fazekas műhelyben készítették őket. Erre néprajzban van adatunk, hogy ilyen kis állatalakú cserépsípokat a múlt század végén és még a 20-as években is készítettek ügyeskezű fazekasok, mert ugye nem mindenkinek volt olyan jó kis formaérzéke, hogy lehet, hogy korongolni tudott, meg tányért készíteni, de lehet, hogy ahhoz nem volt elég kézügyessége, hogy tényleg olyan kis helyes formájú állatot készítsen. Tehát sokféle vizsgálatot, meg sokféle tárgyat lehet még így vizsgálni. Azt gondolom, hogy egy-egy ilyen kis apró tárgy is sokféle kérdést vethet még föl.